Szervusztok, sziasztok! M3 Autopark Kft. Ajánlom vételre ismét egy nagyon szép kocsit. Méghozzá a módosok autóját, ja nem, a móduszosok autóját. Őhozzá ugyanis nem kell nagyon módosnak lennünk, és elérhető áron van most egy nagyon keveset futott, teljesen újszerű állapotban levő Renault Modus. Ugye alufelni kell ködlámpákkal, mint ahogy a videó is mutatja, és ebben a gyönyörű színbe. Érdemes talán épp ezért még egyszer így jobban megnéznünk kamerával is, hogy egy nagyon szép, jó állapotú kocsit látunk. A Renault-nak egy ilyen kis egyterűje. Gumik azok teljesen ugye rendben. Felnik is nagyon szépek rajta. És amit esetleg a fénykép nem adott volna vissza, hát azt így közelebbről is megmutatom. Amit tudnunk kell az autóról, ugye nem egy alaptípus, tehát extrákat tekintve digitális légkondi berendezés, illetve esőszenzor, lámpaszenzor, multikormány, bőrkormány, ugye sok légzsák, mert ott hátul is láthatunk, Isofix rendszeres ülés, ami egyébként jól szánkóztatható, tehát lehet vele így ezen a szánkón itt előre hátra állítgatni, és ötsebességes váltó. Na most, az autónknak ugye két dokumentum szerint tudnánk a kilométert is tudjuk ellenőrizni. Az egyik a szervizkönyve, tehát föl lehet hívni a szervizt, le lehet kérdezni. Még vezérlést is cseréltek nem olyan rég, ugye 34 ezer kilométernél az autóban. Azért mondom, hogy nem olyan rég, mert most is csak 41 ezer van benne. Illetve a műszaki vizsgalapja is megvan, amit szintén nálunk itthon elfogadnak és figyelembe vesznek, ugyanis ez 9. hóig, évvégéig érvényes neki a kinti műszaki vizsgája is. 39 ezer kilométernél volt legutoljára ez a Renault Modusunk. Tehát kilométerben nincs benne sok, és ugye ezt mondhatjuk tényleg, hogy egy dízel autó azért nagyon ritka, hogy 2008-as évjáratra ilyen keveset fusson, de ebbe tényleg csak ennyi van. Be is indítom, és megnézzük még, hogy mi minden találunk itt a vezető oldalról. Ugye 4 elektromos ablak, fölülre helyezték ide a hangszórókat, ülés magasságállítás természetesen ugye az van benne, illetve egy oldalt légzsákot is látunk. Középső konzolon látunk majd mindent, ugye? Tehát visszajelzi a kontrollámpa az összes hibát, és most, hogyha beindítjuk, akkor minden teljesen jól elalszik, tehát minden rendszerünk tökéletes, mint ahogy a klímánk is, és az is már egyből üzemel, és teljesen jéghideget fúj, tehát az is teljesen jól dolgozik. Fejegységünk ide alulra került pohártartókkal, és halljuk is, ahogy durusol az autónk. Ugye ez multikormányos, tehát tudjuk innen a hangszorót kezelni, illetve esőszenzoros, és itt az autógomb, tehát fényszenzoros és lámpaszenzoros is az autónk. Ki is próbáljuk, megyünk majd bele egy tesztkanyart. Még azért nézzük meg a motorterét. Nagyon csendesen jár, tehát tényleg szépen. Szintén az utolsó olajcserélőről egy cetlit látunk, és mindösszesen ennyi látható csak a motortérből, mert teljesen mindent elburkoltak, és ha ezt a nagy műanyagot levesszük, csak akkor láthatunk, illetve akkor férhetünk hozzá jobban. Mint mondtam, tényleg nem csak a módosoké, hanem a módusosoké is ez az autó, és egy móduszos majd keresünk hozzá. Mi is itt a Szent Nyájj út 90 alatt M3 autóparkban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a filmünket, és hogy így követtek minket, és lájkoltok minket.